Lázad az egész ország, és tolvaj Fideszt kiáltanak az emberek az utcán. Talán nem is véletlen. Talán nem is véletlen, hiszen lázadnak az egészségügyisek is, nem csak a pedagógusok. Lázadnak a pedagógusok Miskolctól Budapestig, látható volt a tegnapi nap. Lázadnak, mert úgy érzik, hogy mindaz, ami van körülményekben, a klik kapcsán, a diákoknak való elsajátítandó tananyag tekintetében, annak mennyisége vonatkozásában, a tananyag választhatóság vonatkozásában, az nincs rendjén. De, mint mondtam, lázadnak a közlekedésiek is. Nem csak és a MÁV, a Magyar Államvasutak, hanem a helyi közlekedési vállalatok is. Ha már úgy kezdtem a pedagógusok esetében, hogy Miskolctól Budapestig, akkor ezt kell, hogy mondjam a közlekedésiek vonatkozásában is. Február 17-én, vagy 7-ére sztrájkot hirdetett a Miskolci közlekedési vállalat is. Nem véletlenszerűek ezek a történések. A MÁV esetében hónapokon keresztül nem túl sokat, 5%-os bérfejlesztés plusz 2,7%-os differenciált fejlesztési igényt nyújtottak be a szakszervezetek, az érdekképviselők egy életpálya modell megalkotása igénye mellett. Most ott tartunk, hogy 3%-ot kínálnak nekik, semmi mást. Ja nem, ez így nem igaz. Kínálnak nekik még, ezt meg is valósították, egy havi 5 millió forintos fizetésű embert. Ott az elején. Az az ember naponta 225 ezer forintot keres. A dolgozók, azok nem érdemlik meg az 5%-ot, plusz a 2,7%-os differenciált béremelést. És közben a vasút biztonsági helyzet az nem mondható, hogy javulna, hanem sajnos romlik. Veszélyeztetve vannak a szolgáltatást igénybevevők is. De ha a közlekedési szektornak a másik szegmentumát nézzük, az említett Miskolci közlekedési vállalatot, akkor joggal nyújtják be a sztrájk igényüket, a sztrájkra való felhívásukat, hiszen 2015 tavaszán a tulajdonos, a Miskolci Holding ígérte, hogy 3%-os bérfejlesztést kaptak. Most 2016. februárja van, egy árva petákot nem kaptak ebből a pénzből. 2012-től a premizálási dolgok tekintetében is gondok vannak. Ezekhez sem jutnak hozzá az emberek. Kiszerveznek a cég keretei közül. Az egyik szakszervezeti vezető, hogyha hetszenten keresztül egy beszélgetés lefolytat, akkor ma már nem buszvezető, hanem takarítja a buszokat, meg a villamosokat. Hát nem véletlen, hogy lázadnak az emberek, de ugyanígy lázadnak a egészségügyben dolgozók is. Sajnos azt látom, hogy ők a legkiváltképp a lábukkal lázadnak. Rengetegen elhagyják ezt az országot az áldatlan állapotok miatt. Nem elsődlegesen azért, mert hogy kevés a fizetés, bár ez is igaz, hanem azért, mert tisztes módon nem tudnak eleget tenni annak, ami a feladatuk, a gyógyításnak. Mindegy, hogy orvosról vagy ápolóról van szó. És persze lázadnak azok az emberek is, akik hónapokon keresztül nem jutnak hozzá a jogos jussukhoz, a fizetésükhöz, vagy késve jutnak hozzá, vagy csak egy részéhez jutnak hozzá. Tudják, az az alapvető baj, az az alapvető probléma, hogy ma már azok lázadnak, akik mozgásban tartják ezt az országot. Azok lázadnak, akik hátukon viszik a dolgokat. Azok lázadnak, akik észlelik és látják, hogy kiszolgáltatott körülmények között élnek, és megaláztatva élnek az emberek. Azok lázadnak, akik látják, hogy egyre többet kell dolgozni, egyre kevesebb pénzért. És közben van ebben az országban, mint ahogy említettem, aki havonta 5 millió forintot keres, és közben van ebben az országban, vagy vannak olyanok, akik több 10 millió forintot fizetnek mondjuk tanulmányaikra egy adott esztendőben, legyen ez Svájc, vagy bárhol másutt. És közben vannak olyanok ebben az országban, akik mondjuk 2015 tavaszán 1800 millió forint osztalékot tudnak felvenni. Miközben az általuk foglalkoztatottak ennek az összegnek összességében a töredékéhez jutnak hozzá. Hát mi ez, ha nem kizsákmányolás? Társadalmi válság alakul. Természetes, hogy lázadnak az emberek. Tudják,
azok, akik a Fidesz ellen lázadnak, azoknak érdemes tisztában lenni azzal, hogy a parlament falai között van partnerük. Ilyen a Magyar Szocialista Párt. Igen, azért, mert a jogos, jussukat követelő, lázadó emberekkel nem csak hogy szimpatizálunk, hanem értük teszünk is. Tettünk eddig is, különféle törvényjavaslatok benyújtásán keresztül, sajnos a hatalom ezeket elutálta. Most is fogjuk tenni. Fogjuk tenni, ha az oktatásról beszélünk, olyan értelemben is, hogy mondjuk azok az önkormányzatok, akik korábbiakban is tudták működtetni az iskolájukat, azok kaphassák vissza ezeket az intézményeket, ha akarják. Hogy olyan minőségi feltételek legyenek az intézmények keretei között, amelyek nem teszik kérdésessé azt, hogy van-e kréta vagy izzó a lámpákban. Ezeket a költségvetési törvényen keresztül ki kell kényszeríteni. Mi ezért vagyunk, és ezt fogjuk tenni. És azt is, amit 2015-ben is tettünk, hogy a fizetés emelésekért síkra szálltunk. És ez azért fontos, mert látható módon pont azok az emberek vesztesei a történetnek, akiknek nyerniük kellene. Mert nem lehet olyan helyzet ebben az országban, ahol az egészségügyben, az oktatásban dolgozók egy jelentős hányada még a 100 000 forintos nagyságrendű nettó jövedelmet sem kapja a kezébe. Az, amit a Fidesz csinál, példaként az egészségügyben, az nem a betegekről szól, de még nem is az orvosokról vagy az ápolókról. Az, amit a Fidesz csinál az oktatásban, az nem a diákokról, a hallgatókról szól, de még nem is a tanárokról, vagy a pedellusokról, vagy a kisegítő munkát végzőkről. Az, amit a Fidesz csinál a különféle szolgáltatást nyújtó cégeknél, az nem a szolgáltatást igénybe vevőkről, vagy épp a szolgáltatást nyújtókról szól, nem. Az mind-mind önmagukról szól, az mind-mind a haverokról szól, az mind-mind a pereputyról szól. És ez így nincs rendjén. Egy más világot kell építeni. Egy élhetőbb világot kell építeni, egy olyat, ami az emberek javát szolgálja. Ha a Magyar Szocialista Párt kormányoz, vagy a Magyar Szocialista Pártnak köze lesz a kormányzáshoz az elkövetkezendő időszakban, akkor olyan egészségügyet, olyan oktatási rendszert fogunk működtetni a példakedvéért, de más területen is, amely az emberek érdekét szolgálja, amely a betegekét, a diákokét szolgálja. Elsődlegesen. És mindezek mellett olyan fizetéseket fogunk biztosítani, hogy Magyarországon, mint említettem, 100 000 forint nettó kézbe vett összegnél ne kereshessen kevesebbet, még a minimálbéres ember sem. Hogy a közszférában senki ne kereshessen 150 000 forint nettónál kevesebbet. És ennek eredményeképpen példaként, hogy a nyugdíjasok 50 000 forint alatt ne kapjanak készhez nyugdíjat. Azt akarom egy szóval, egy mondattal tehát mondani, hogy azt a helyzetet, azt a társadalmi válság felé közeledő helyzetet, amit a Fidesz megépített, ezt le kell bontani, és ennek a lebontására természetesen a civil szféra, a szakszervezetek és a józan gondolkodású pártok együttműködése kapcsán van lehetőség. Én ezt az utat javaslom magunknak is, és mindenki másnak. Köszönöm.